Sziasztok, Albino vagyok, ez pedig egy újabb City Skyline rész. Előző részben otthagytam abba, hogy elértem az 5500 fős lakosságot, és feloldottam a nagyobb sűrűségű lakó, illetve kereskedelmi épületeket és az iroda épületeket. Na, ebben a részben először is szeretném itt ezt a részt kicserélni nagyobb sűrűségű épületekre, de elindítom az időt. Szóval először is ezeket itt kicserélem, hogyha engedi itt ezt a részt egyelőre, aztán majd később még valamit még beiktatunk. Még egyelőre nem tudom mit, de majd kiderül. Szóval első célunk, hogy kicsit nagyobb épület tömböket építsünk, illetve nagyobb lakó telepeket. Jó, elsőként ez a cél, illetve majd még, ahogy gyűlik a pénz, úgy kéne buszpályaudvar, meg hasonlók, de majd idővel. Na, ide még rakunk irodaépületeket. Hát, szerintem itt lehet ezt a részt is még kicserélem. Így. Bocsi, mindenkitől, de nektek most itt ki kell költöznötök. Tűnjetek már el. Bocsánat mindenkitől, de nektek most mennetek kell. Kicsit feltupírozzuk itt a környéket. Kicseréljük az épületeket kicsit nagyobbakra, hogy mindenki boldogabb legyen. Itt mi van? Egy iskola van. Jó, egyelőre úgy nézem, épülgetnek. Bár lakosságra most annyira nincs szükség, de semmi baj. Mindennek eljön az ideje. Így. Na, most költözgetnek az emberek, és majd itt valamit kell csinálni az úttal is, mert a forgalom az valami borzalmas, de majd később. Ez az ott nem csatlakozik. Hát végül is nem is kell neki, úgyhogy. Úgyhogy ezt innen le is tózerolhatjuk akár. Hát ez maradhat. Nos. Nézzük, mire van szükség. Ahol megépültek az első irodaépületeink is. Nézzünk be a közelükbe legalábbis. Bank, utazási iroda, ez valamilyen szerviz, ugyanúgy ez is, ez egy, nem tudom, ezt se tudom. Na szóval. Mit is tegyünk? Hát igen, el kéne érnünk a következő szintet, ami 8000 főnél lesz. És akkor igen, megkapjuk ezt a gátat, amivel tudunk álmot termelni. Na de, ugye én azt mondtam egyik részben, hogy itt ezt a két részt meg akarom venni, és meg is vettem. Majd később ezen a szigeten tudjak valamit alkotni. Most már négy területünk van. Most már gyarapodunk. Na de közben nézzük meg a dolgoinkat. Jó áram van. Víz van. Ó, igen, a szemétszállítás. Le kell helyezzünk egy
szemét égetőt. Bár még mindig kell, de egyelőre egy elég. Jó. Nos, nézzük akkor tovább. Oktatás, hát nagyjából ide majd meg kell egy. Ja igen, ez általános. Középiskolában egyetemünk még nincs. Akkor boldogság, hát majdnem mindenki boldog veletek, mi a probléma? Hát nem tudom, boldogtalanok. Ott is egy kicsit, na. Hát 85-73, 88, hát aránylag jó ez. Na szóval egészség. Igen, van egy nagy kórházunk és egy kis klinikánk, vagy... Igen, egy kis klinika. Jó, ez így egyelőre jó. Ott a temető. Akkor, hát a szintek azok nem érdekelnek, a szél se annyira. Na igen, a forgalom azzal, hogy valamit kell csináljuk, ez nem lehet tovább. Igen, szennyezés, igen, itt ezt el kell innen tüntetni. És... ez mi? Jó. És... kicsit kibővíteni itt a területet. Jó. Ott a... kissé halott résznél rakunk fákat, hogy itt talán egy kicsit megállítják a szennyeződést. Nem lehet tovább most kettes sebességgel. Fogy a pénz. Igen, ez forgalom, ez... szóval, hogy itt nem jó helyen van. Szerintem ezt az épületet átteszem ide. Lehet, hogy nem fognak neki nagyon örülni ott. Hát igen, de... nem muszáj, mert lehet, hogy ez is akadályozza a forgalmat. Ezeket se kéne itt... nem tudom, most egyelőre hagyom még. Most már itt lesz nagyobb forgalom, úgyhogy ez se jobb. Na, de... nézzük. Pénz. Mi az a rohadt pénz? Hát addig meg itt... ó, ez itt fönt megy. Wow. Hát igen, kéne buszpályaudvar és buszhálózatot kiépíteni, de hát nem elég a pénz. Ez kapás 30 ezer, és akkor a buszútvonalat is ki kell építeni, úgyhogy ez most nem nyerő ötlet még. Úgyhogy gyorsítsunk csak az időn, hogy pörögjön, költözzenek az emberek. Ez az, már kezdünk városiasodni. Költözzenek csak az emberek, és legyenek csak nagyobb igényeik. Tehát minél több ember van, annál több pénz van, és annál több munkahely kell, és minél több munkahely van, annál több pénz lesz ismét. Most egyelőre várunk. De szerintem azt itt mégis eltüntetem. Mégse kell, ez talán... talán a forgalom is. Jaj, igen, itt is kéne valamit csinálni, mert ezt az utat onnan el fogom tüntetni. És akkor... kevésbé lesz forgalmas, talán. Talán. Hát ez itt nagyon forgalmas, ezzel majd valamit nagyon... nagyon kell csinálni, ezzel majd itt kell csináljak valamit, mert... ez így... nem jó. Hát a többi úttal még ugyanúgy... jól állunk, de az... az kegyetlen. Na, hogy állunk? Hát igen, kezdünk gyarapodni. Jó, tudom, túl közel vannak egymáshoz a kereszteződések. Lehet, hogy itt ki kéne vegyem ezt a körforgót, és akkor egy úttal tovább vezetni. Nem tudom, meglátjuk. Ez így valahogy nekem nem kósa, pedig ez jól mutat, de...
jól mutat, de nem biztos, hogy gazdaságos ez így nekünk. Na jó. Akkor... Bocsifák. De nektek mennetek kell. Fák és bokrok. Fuck. Na. Akkor. Hat. Így. Ez a baj, hogy itt meg túl közel van szerintem. Igen, túl közel van. Aj, megint elkúrtam. Már talán nem. De. Így. És down, bocs. Így. Talán. Talán így egy kicsit csökkentjük a forgalmat. Nem ilyen szép körben álltak ott az autók. Na nézzük. Nézzük, hogy mennyivel fog változni így a az útterhelés. Na hát. Hát. Idő kérdése is, meglátjuk. Addig nézzük az ajszennyezést. Itt aztán van ám. Itt ennél is. Ajjajjaj. Ez így nem a legjobb. Ismételten. Most aztán van ám máshol forgalom torlódás. Itt már megint ez miatt. Na jó, egyelőre hagyjuk a forgalmat, nézzük a pénzt és a lakosságot. Hát akkor... Tudom, hogy van új épület. Nem baj. Na szóval. Még mindig a lakosság. Akkor... Ismét ki- és beköltöztetés. Na. Költöztessük ki és be az emberkéket. Ne változtass vissza, hogy... Ez az. Ezt az egész régiót beborítja a nagy sűrűség. Tűnés kis házak. Tűnjetek már el! Nézd meg. Nem akarnak eltűnni. Tűnés. Így. Te is. Ismét népesség csökkenés és robbanás. Tűnés. Tűnés és költözés. Na nézzük. Oda is.
Jó, itt mindenki. Oké. Akkor ez a rész itt. Telépesedik. És lassan jönnek az új munkahelyek. Nos. Újabb irodaszekció ide. Épüljetek csak. Ah, és már a pénzünk is 100 000 fölött van. Nos, forgalom, hát igen. Talán egy kicsit, mintha csökkent volna. Hát nem. Nem igazán. Nem igazán csökkent. Mi lenne, ha egyirányosítanánk? Hát nem is tudom. Nem is tudom. Ó, leégett egy épületem. Na. Na jó, ez a forgalom, ez most egyelőre marad. Tudok vele mit kezdeni. Itt már egyirányosítva van, ugye? Ha jól emlékszem, ezt egyirányosítottam. Igen. Ugyanúgy, mint itt, itt a kimenet. Oké, honnan jönnek, innen mennek. Jó, hát mit csináljak vele? Ó, mennyi lakótömb. Mennyi lakótömb, és mennyi ember. Ó, remek. Na, még egy rendőrség, rendőrkapitányságot rakunk ide, hogy a közbiztonság is jó legyen. Két kisebb rendőrség is van, de kell egy nagyobb is. Jó. Na, mennyibe fog kerülni a gát? Hol van? Nincs itt az ára. De nem látom. Én nem is írja ki. Ja. Koszt. Ja, 2000 perc cella. Na szóval áram. Jó, még van. Víz van. Szeméttelep, hát mennyi? Ez 30 000. Na erre. Kéne még egy szemétégető. Az vagy ide pont nem fér. Ide nem lehet tenni a víz közelébe. Még egyet lerakunk ide. Na, és már majdnem jó. Még egyet? Tegyünk még egyet? Na, tegyünk még egyet. Így most már aránylag elfogadható. Nos. Kellene. Még egy pár. Gyár. Oda még egy adaggal rakunk. Ide. Így. Egyenlőre. Ott van még? Nincs. Jó, egyenlőre szerintem akkor már nem lesz igény az iparra. Ezek most egyirányútak szintén? Ez most mi van? Nem. Jó, menjetek csak. Szeméttelepek hogy állnak? Hát, és csak 32%, 39%, ezt kezdődik kiüríteni. Ó, mi ez? Ja, ott mellette. Nincs ember. Hát akkor. Így. De üresedjél ott. Ah, szükség van nagyobb.
bevásárló központokra is. Azokat még úgy csetettem. Hát legyenek mondjuk ezek helyett, hát... Hol legyenek? Legyen itt erre kifelé, azért fele. Egy ilyen szekció. Hát nem biztos, hogy ez jó ötlet lenne. Tudom már. Itt. Így. Meg itt. Ah. Nem is kell ennyi. Így. Na de. Várom. Víz, persze, hogy kell víz. Áram. Ismételten áram szükségeltetik. Jó. Jó, már. Ja, ott van. Okoznom kell. Na. Na. Jó, épülnek ott is. Voltok. Kiépült a, az ég az épület, hogy már leégeti, ha már leégeti, jó. Ó. Ez már kettes szintű épület, már kicsit nagyobb. Alakul. Alakul. Itt akkor majd csinálunk szerintem erre még egy ilyen városi részt, majd akkor megvesztük ezt a két területet is. Egy nagyobb városi részt. És... Na, forgalom. Azért megnézem. Nagyon rossz a forgalom. De mit tudnék ezzel kezdeni? Esetleg innen egy irányt arra. Innen meg arra. Azon lehet két irány. Nem is tudom. Aj, jól hagyom még mindig ezt a rohadt forgalmat majd. Új, itt is aztán nem. Lettem nagy forgalom. Mi ez? Hogy kerül ez ide? Ez mi amúgy? A police station. Na, talán. Mennyi. Mekkora igény van gyárakra. Vagy, ja, gyárakra. Mindjárt megvan a 8000 fős lakosság, és... Megvan. Vonatállomás. Tehervonatállomás. Személyvonat, és hidropower plant. Remek. Hát akkor szerintem el is helyezünk egy olyant, hogy legyen bőséges áramunk, de hová? Mondjuk ide. Ez drága. Akkor még nem helyezzük el, akkor még gyűjtjük a pénzt. Akkor hogy is van ez? Hát itt lehetne egy kis erdészeti. Igen, majd itt így van rengeteg olaj, de ide majd kell telepíteni egy kisebb várost. Most egyelőre azt néztem, hogy itt lehetne egy kis erdészeti. Hát nagyon pici, de van jobb hely is. Ott is olaj, olaj. Itt is lesz olaj. Úgyhogy akkor, hogyha ezt megveszem ezt a területet, ezt, akkor itt tudok olajat, akkor itt nem is fogok. Szerintem, majd itt fogok olajat bányászni, és... Jó, mert azért kettes sem. Itt még csinálok egy ilyen kis erdészeti
Bocsánat. Na, hol van pontosan? Itt meg leválasztjuk. Na, itt is lehet már. Sírjatok már. És... csöndben legyetek már. Innen. Innen ide. Így. Ezt a részt itt. Behálózzuk. Így. Így, né. Amikor megint nem fognak örülni neki. Így, erdészeti. És... zónás ücs. Zónásítjuk az erdészetet. Meglátjuk, mi lesz velük. Biztos, hogy nem fognak örülni neki. Ó, oh, ott is mehet. Ott a sarokba is mehetne, de mindegy, jó lesz ez. Na nézzük. Ahogy sejtettem, zajszennyezés. Ezerrel. Na, de semmi baj. Idővel megszűnik az is. Úgy szűnik meg. Na, mi ez itt? Ó, egy haláleset. Szegények. Na, mire van szüksége mindig? Ja, víz. Vízre, mi másra? Énni. Víz. Víz, tiszta víz. Áram. Még akad. Na jó, van épüljetek, épületek. Jó, szokásos. Hú, van ám forgalom most már itt is. Itt is megnőtt a forgalom egy kicsit. Majd eltűnik. Majd valamit teszünk ellene. Ez az, épüljenek az erdőgazdaságok és munkák. Munka. Helyek, de... mi lenne ide raknék irodákat? Elég hülyén néznek ki. Ide. Erre a részre. Szerintem igen, de nem baj. Mi? Temető. Temető miért? Tele van? Hát, már gyűlik. Gyűlnek benne az emberek. Na jó, raktunk oda irodákat is. Remélem... van víz meg. Áram. Hát jó, áram is. Ó, és emberekre van szükség. Persze, nyilvánvaló, hogy emberek kellenek. Emberek azok, mint mi kellene.
Akkor, jó van, tudom, hogy az is van. Ó, ja igen, a vonat. Jó, majd lesz, de most egyelőre. Emberek kellenek. No. Így szükségeltetik. És hamarosan áram. És hamarosan áram is. Jaj, nem tudok áthúzni. Jó lenne. Ezt tudnék lerakni ide. Mindenképpen. Az előbb jó volt. Az előbb jó volt, csinált 128 kilowattos teljesítményt, illetve megawattost. 1600 megawattig. Az igen. Hogy ide helyeznék egyet. Csak. Hát itt meg aztán lópikula. De hogy lehet minél többet kinyerni belőle? Itt ez a baj, hogy itt nem tudom áthúzni. Wow. A híd alatt? A híd alatt? Túl közel van valami ez? Volt ez előbb, lehet, hogy le fogom ide helyezni. És íme. 360 kilowatt, illetve megawatt teljesítmény. Igaz, hogy ez került 160 ezrembe. Meg el fogja önteni. Házakat az árvíz. Jaj. Árvíz van! Segítség! Elönt minket az árvíz! Hát legalább a temető megtelik. Nos. Megérte ez nekünk? És ráadásul a truty is víz folyik be, na? Eláll a víz vajon, vagy nem? Nem igazán, megy tovább. Na jó, szerintem most itt ebben ez a rész ennyi volt. A következő részben megpróbálom megoldani ezt a csekélyge kis árvíz problémát. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Albino voltam. Sziasztok!